Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok. Parancsoljon. A műsornak az elején a Hannendre volt a vendége, aki a közvélemény kutatási eredményeket idézte és kommentálta. Az ön egyik megjegyzése, és amit a Hannendre is mondjuk, hogy egyetértett vele, hogy vajon mi lehet az, amitől a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak a támogatottsága így megnőtt? Igen. És láthatóan nem értették. Hát érteni véltük, talán én voltam az értetlenkedőbb valóban. Megmondom, hogy miért akkor önnek, akiről tudom, hogy kétfarkú kutyás, hogy nem történt az elmúlt időszakban semmi olyan különleges dolog a katás tüntetés óta, amiben a kétfarkú kutyapárt láthatóan és tevékenyen részt vett. Nem történt semmi olyan, amitől hozzájuk kellett volna fordulnia a közvéleménynek. Nem történik semmi. A kutyapárt általában ritkán vesz részt országos médiafigyelmet kiváltó akciókban. A tüntetések szervezése az általában sikerülni szokott, nem csak azért, mert igyekszünk alaposan megszervezni, hanem azért is, mert mindig van valamilyen hozzáadott érték, azon kívül, hogy kimegyünk és beszédek vannak. De közben a kutyapárt csinálja buszmegállókat, padfestéseket, nagyon sok helybeli, kisebb, általában helyi figyelmet keltő tevékenységünk van, és lehet, hogy az, ami nem is érte el az országos sajtónak az ingerküszöbét, mert mondjuk nyilván egy 10 felújított buszmegálló az nem annyira fontos, mint egy sajtótájékoztató, de azért azok az emberek, akik ezt látták, hallották, azok úgy látják, hogy észrevették, és azt mondták, hogy na hát ezek nem sajnálják magukat itt már fél éve, meg nem a sebeiket nyalogatják, hanem csinálják azt, amit eddig. Igen, én ezt elismeréssel is nézem, ahol látom a kutyapárt nyomait, azt mondom, igen, ez nagyon szép. De azért azt ön is tudja, én is tudom, meg az elvi szavazók is, akik például egy ilyen közvéleménykutatás kérdéseire válaszolnak, hogy attól nem fog megváltozni sem a mai kormányzat, sem a rendszer, sem az ország helyzete, ha még 10 buszmegállót kicsinosít a kétfarkú kutyapárt, mert ahhoz valami mást kell kitalálni, mást kell ajánlani az ország népének. Én azt gondolom, hogy pont az a más, amit ajánlunk, az a buszmegállóknak a kicsinosítása, a járdáknak a lefestése, az, hogy nem panaszkodunk, és nem azt mondjuk, hogy ha mi nyernénk meg a lottó nyereményt, akkor mi mindenre költenénk a pénzt, hanem csináljuk. Annyit azokkal az eszközökkel, amik most vannak a kezünkben. Tehát nem ígérkedtünk, hanem cselekszünk. De ehhez nem kell parlamentbe kerülni, ehhez nem kell kormányra kerülni. De ha kormányra kerülünk, akkor nagyobb eszközeink lesznek arra, hogy csináljuk. Ne csak ígérgessünk, ne álmodozzunk arról, hogy mi mindent lehetne, hogyha majd lenne, hanem már most mindig azokkal az eszközökkel élünk, amik a kezünkben vannak. Mészáros, értem. Csak ugye, cselekvéssel. Igen, és tudom azt is, hogy az emberek jobban hisznek gyakran a szemüknek, mint annak, hogyha valaki fölvázol nekik valamilyen nagyon szép programot, hát ó, Istenem, hallottam már ezret, minek beszélnek erről, de hát amikor mondjuk a kétfarkú kutyapárt megnyeri a választásokat és kormányra kerül, akkor legkésőbb, de még előtte is el kell mondani, hogy fogjuk eldönteni, hogy mire költsük azt a sok pénzt, amit az ország költségvetésének nevezünk, mondjuk autóbusz megállók felújítására, vagy stadionok építésére, vagy a szociális ellátórendszer javítására, hogy milyen módszerekkel, milyen mechanizmus alapján, hogy próbáljuk demokratikusan az embereket erről megkérdezni, nemzeti konzultációval, ahogy Orbánék csináltak, vagy más csinálják, vagy valamilyen más módszere. Szóval meg kellene mondani, hogy mi mit akarunk, és hogyan? Pontosan ezt csinálja a kutyapárt jelenleg is. Csak mivel a kutyapárt jelenleg a medián szerint
nem is tudom, talán 7%-on áll. Igen, az nagyon szép. A Republikon intézet szerint 2%-on, és akkor itt egyúttal meg is kérdezném a Hannendrét, ha még hallgatja a műsort, hogy valóban úgy gondolja, hogy egy közvéleménykutató intézetnek a tulajdonos az nem befolyásolja azt, hogy hogyan tegyék fel azokat a kérdéseket a felmérés végzőbiztosok. Hát ő csak arra gondol, hogy szakmailag biztos befolyásolja, csak azt reméli, hogy politikailag nem befolyásolja. Igen, talán nem. Igen, akkor zárójel bezárva. Tehát addig, amikor a kutyapárt 2 vagy 7%-on áll, akkor nem azokra a kérdésekre kell válaszolnunk, hogy milyen struktúrában képzeljük el az államadósságot, mekkora deviza és mekkora belföldi forintadósság, mennyi intézmény és mennyi lakossági kötvénytulajdonost képzelünk el, hanem azon a szinten, amit már elértünk, azon a szinten próbáljuk megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket próbálunk a közösségi költségvetést, ott, ahol erre. Szép, szép, igen. Még az is szép, hogy nem kívánnak valami nagyot és elérhetetlen, de Csehországban is van egy kalózpárt, amelyik kicsit hasonló volt, mint a Kétfalú Kutyapárt, kormányon vannak, a külügyminiszter kalózpárti, és hát abban a pillanatban, amikor az emberek kezdik komolyan venni önöket, akkor már nyilván komoly kérdésekre komoly válaszokat várnak, nem? Komoly kérdésekre komoly válaszokat adunk, hülye kérdésekre adunk hülye válaszokat, csak ugye hát a sajtónak a klikvadász jellegzetessége miatt az utóbbiak kapnak általában nagyobb nyilvánosságot. De azokban a helyeken, ahol az kutyapárt már az önkormányzatokban jelen van, ott komoly kérdésekre komoly válaszokat ad, és olyan mechanizmusokat próbálunk ki, amelyekről azt gondoljuk, hogy ez nagyban is működni fog. A közösségi költségvetést, azt, hogy mely kérdések azok, amelyekben meg lehet értelmesen, a költségvetési kérdésekben értelmes módon kérdezni az embereket, hogy gondoljátok ezt, ha így gondoljátok, akkor annak mi lesz a következménye, úgy lesz annak mi lesz a következménye, ennek a tudásnak a birtokában döntsetek. És ha döntötök, akkor azt fogjuk csinálni, és látni fogjuk, hogy mi lesz belőle. Ezt csinálja most a kutyapárt, egyelőre kicsiben, mert 2 vagy 7%-on állunk, hogyha 15% vagy 30% lesz a kutyapárt támogatottsága, akkor nyilván olyan kérdésekben is meg fogunk tudni már szólalni, amiben egy ilyen támogatottságú pártnak érdemes megszólalni. De most Érdeklődéssel várom. Köszönöm szépen, minden jót. Viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért.